Megjegyzem csak, hogy a társadalom, mint a művészetet meghatározó tematika benne volt az indiai és a magyar művészet szemlélet hagyományában, de nem művészet kritikai szempontként, hanem mint a művészet egyik forrása. Így említhetném Losoncit és Mulkrács Anand indiai művészettörténészt. Művészettörténeti szempontból Kapoor elismerő, előbb mélyrehatoló megértéssel, intuitív szimpátiával magyarázza az első indiai képek szegénységet felmagasztaló attitűdjét, majd a buddhista humanizmus fenséges fogalmával és a Gupta-kor falképeinek esztétikai hatásával Amrita 1937-es program műveinek értékeit, végül szépen látszik. Nem nagyon. Végül a miniatúra festészet hagyományával a következő képek realizmusát. Ez egy sarpán fekvő nő. Mindegy. Bocsánat, hogy nem tudom, talán ha besötétítenénk jobb lenne, csak akkor én nem látnék. Igen. Hú. Emellett, és ez a jelentős szemléleti újítása 972-ben Géta Kapoornak, tematizálja az idegenséget és az elitséget az életmű problémáiként. Kapoor ezzel hozzákezdett az Amrita jelenség újrafogalmazásához. Az idegenség Amritával kapcsolatban több szempontból is vizsgálható. A gyerekkora első 8 évét Magyarországon és széles családi körben szeretetben töltő Amrita csak feltehetően, bocsánat, Amritának feltehetően nem volt idegenség tapasztalata Magyarországon, részben otthon volt, részben múltbéli kulturális hagyomány szerint vendégszeretetet élvezett deridai értelemben. A következő 8 indiai gyermekéve egy társadalmi elit körében telt, melynek tagjai javarészt európaiak voltak. Itt, ha ritkán is, adódtak tapasztalatai mind a megkülönböztetésről, a saját sötétebb bőrszíne miatt, mind a fehérekétől eltérő indiai kulturális szokásokat illetően. Felnőtten, ismét Indiába érkezvén, s részt kívánva venni India összetett társadalmában és művészeti életében, stratégiát épített fel. Sötétebb bőrűként, de a fejlett nyugatot hozta, vagy vitte, mind a konzervatív fehér társadalom, mind az indiaiak felé, tudatosan demonstrálva másságát, az előbbiek, a fehér társadalom, és azonosságát az utóbbiak felé, amit erősített apja imént hallott elkötelezettsége és a sajátjával rokon társadalmi, radikális társadalmi mozgalmak megismerése. Itt ennek a helyzetnek, az összetett helyzetnek a felvetése tulajdonképpen Fábri Károlytól származik, aki azt az észrevételt tette, hogy ha Amrita tisztán nyugati művész lett volna, a nemzeti mozgalom miatt, tegnap hallottunk Rabindranath Tagore és a bengáli iskoláról, nem lett volna helye Indiában, s viszont, ha tiszta indiai, akkor senki nem figyelt volna rá. A híd szerepet, melyet Fábri Amritának tulajdonít, és amely mint kapocs a nyugathoz az egész 20. században fontos volt India számára, a szülők révén egyéni adottságként és zseniális individuális teljesítményként értékelte, amiben persze saját jövőképe a nyugat és a kelet fúziója is belejátszott. A híd szerepet Amrita is magáénak tekintette. Hú, most vissza kéne találnom. Női volt a másságával, azonban nem küzdhetett meg, az uralkodó férfi társadalomhoz képest másság ez, még ha alkotó, azaz férfi szerepben is jelent meg, hagyományosan férfi szerepben, az etéren is erősen hagyományos indiai szemlélet miatt. Amrita idegenségének kérdését, mint a példa mutatja,
Charles Fabry Kapurénál korábbi írása is felvetette. Szerinte azonban Amrita nem volt idegen Indiában. Nem exotikumként szemlélte az indiai valóságot, amint Gauguin tette Tahitivel, s tekintete Indiában nem telített a másik iránti erotikával. A két művész attitűdje közti eltérést illusztrálja azzal a ténnyel is, hogy Amrita nem indiaival házasodott, mint ahogy Gauguin egy benszülöttel, s nem festett férfi aktot Indiában. Noha a magyar férj épp arra is utalhat, hogy valóban nem volt úgy otthon Indiában, mint Magyarországon. Fabry az európai orientalizmustól különbözteti meg ideje korán Amrita festészetét, amit, mint tegnap hallottuk, a mai posztkoloniális művészetkritika és kritika társadalomtechnikai szempontból elítél. Elismerve ugyanakkor Gauguin festői hatását a formák egyszerűsítésében, a természetes árnyékok eltűnésében. Miként Fabry már ennél korábban is, úgy a festő Subramanian is megjegyzi a Marg tematikus számában, hogy szemben Gauguin Tahiti paradicsomával, Amrita nem találta idillinek kora Indiáit. Kérdés most már az, hogy valóban ezeket a problémákat fogalmazta képbe Amrita. Hagyományos szemmel nézve, a francia, tehát művészettörténeti szemmel nézve, a francia realizmus iskolájából, az École des Beaux-Arts Lucien Simon osztályából, realista tanultságú embernél egy új helyszínen a lokális, sajátos jelenségek iránti érdeklődés, illetve az azok lényegének megragadására való törekvés természetesnek mondható. A kép nem ennek az illusztrálása, vagyis nem ebből kifolyólag beszélek erről. Ennek folyamányaként Kapur kérdésében benne rejlik a realizmussal egykor összefonódott nemzeti művészet kérdése is indiai vonatkozásban, mely a 20. század elején még létező művészettörténeti probléma volt a periférián, amire éppen Fülep Lajos 10-es években írt nemzeti, később a 20-as években együtt megjelent tanulmánysorozata a magyar művészet is egy példa, amely könyvvel feltehetően Fabry is találkozott, még ifjú korában Budapesten. Ha nem a könyvvel, akkor a 10-es években a tanulmányokkal. Időközben ugyan a nemzetközi avantgárd fővárosokhoz köthető hálózata a 20-as években már feloldotta egy közös nyelvben a helyi identitású művészetek határait, de ebben a mozgalomban Amrita nem kapcsolódott bele. Saját döntése szerint Indiában akart festő lenni. A helyi jellegzetességet ott megragadni kívánó Amrita tekintete tehát egy kívülállói lehetett. Különösen, hogy segítségül hívta volna Gauguint egy karaktervonás, a szem, forma megtalálásához. A mintakövetéssel történetileg nézve egy festői fejlődés szempontjából szükséges útra is léphetett, kétségtelenül későn, egy akkor már múltbéli művészeti struktúra, a centrum-periféria viszony továbbéléseként, éltetőjeként. Logikailag ezzel függ össze, hogy látszatra Amrita valóban betelepítette Indiába a modern francia festészetet, mintegy kolonializálta India kortárs művészetét, még ha annak erre nézve sorsdöntő jelentősége is volt. Ám másfelől nézve ez az akció, kiegészülve azzal, amikor az elfeledett indiai festészeti hagyományokat emelte be a művészetbe, más jelentésű. Kapur későbbi, 2000-ben született tanulmánya szerint Amrita a modern, esztétikai egyetemesség gondolatot tette magáévá, amikor a keleti művészetet beemelte a nyugatiba. Saját művészete is vajon ettől egyetemessé vált-e? Kapur az idegen érzékenységével magyarázza Amrita Gauguines legelső indiai képeit, melyeken az indiai arcot kereste. Nem vitázva ezzel, de művészettörténeti pontosítás céljából érdemes megemlíteni az addig feldolgozatlan párizsi tanulmányok hozadékát.
párizsi iskolatársainak körében a posztimpresszionizmus körül. Mennyi időm van még? Mennyi? Igen. Jó. Tehát, illetve nem jó. A párizsi iskolatársai körében a posztimpresszionizmusnak a társadalmat elhagyó alkotói talán épp az idegenség érzése miatt tekintélynek örventek, noha nem épp Gauguin, de Cézanne és Van Gogh igen. A korszak realizmusának épp általuk kimunkált, groteszk, ironikus szemlélete is összefügghet az egzisztenciális idegenség és megfogalmazhatóságának problémájával. Ezt egy válságperiódusra adott reflexióként tekintem a korban, legalábbis a Kapur tanulmányok után született dolgozatom, 2001-es dolgozatom szerint. Ez mindenképpen ismerni kell ahhoz, hogy valamint a Gauguin recepciót és még sok mást, hogy véleményt formálhassunk annak a mozdulatnak a jelentőségéről, mely Amrita figyelmét Gauguin felé fordította. Gauguin festőként vonzotta őt, de abban, hogy felhasználta, valóban stratégiát láthatunk az etnikai másság megfogalmazásáit, ami azonban nem egyenlő az idegenséggel. A tény, hogy a festőnövendékek közt egyedül ő vonzódott a nem európai test és viszonyai első európai reprezentálójához, Gauguinhez, noha hasonló jelenségek az iskolán kívül Párizsban már évtizedek óta megfigyelhetők, itt említem Berény Róbert egy fóvosnak mondott zsidó önarcképét, figyelemre méltó és saját eurázsiai testének identitásának érzékeléséhez köthető, mármint a vonzódása Gauguinhez, Gauguin festőiségéhez. A helyi jellegzetességet Indiában megragadni kívánó Amrita tekintete tehát nem csak egy kívülállóé lehetett, amikor segítségül hívta volt Gauguint egy karaktervonás megtalálásához. Az előbbi portré és ezen portré a nyilvántartások szerint Franciaországban született. Meggyőződésem, mivel a 1934-es évet teljes egészében, egészen az Indiába való visszautazásig Amrita Magyarországon töltötte, hogy ezek itt készültek. Ez a Gauguin-es fordulatnak nevezett két portré, ahol önmagát lemezteleníti és csúnyának, kifejezetten idegenszerűnek mutatja, nem egyedülálló természetesen a festészetében, egy olyan női személyt mutat meg, amihez a női portrék történetében nem vagyunk hozzászokva. Ez az unheimlich típusú nő, a női portré, ez mondhatnám, hogy Amrita rendkívül erőteljes festői saját vonása a 20. század művészetében. Ilyen csúnya nőket, a női festők, ahogy Gálik Zoltánnál láttuk, nem merészeltek festeni. Amrita önmagát merészelte így megfogalmazni, és így prezentálni. Ennek következtében magyarországi képeit a többinél tulajdonképpen érdekes módon jelentősebbnek tarthatjuk. A magyarországi képeiben beállt fordulatot is jelesül, amely fordulat, most már csak nagyon röviden összefoglalom, összefügg a ma már említett Breuer vagy Bruegel recepcióval, ami magyarországi Bruegel recepcióval, aminek európai szinten az elindítója Charles de Tolnai, Fülep Lajos egy volt növendéke, Tolnai Károly volt, Magyarországon pedig Hanvas Bélának a Bruegel tanulmánya 35-ből említhető, amelyeket is figyelembe véve, meg figyelembe véve azt a tendenciát, amely a 20-as évek végétől egy másik festői nyelvet kezdeményezett Magyarországon, a magas művészetbe véve be egy addig oda nem tartozó, naív, primitív művészetet, Szőnyi István Zebegényi temetését látjuk, Aba Novák Vilmos, már nem is tudom, Búcsú című festményét,
a Szűnyi korábbi, az Abanovák 31-es, és Amrita Sergő Zebegényi temető, másképpen Boldog temető című képét látjuk. Tehát ezzel a, azzal, a azzal a fordulattal, amit bizonyos indiai szerzők szerint is Magyarországhoz is jelesül a Bröhl recepcióhoz köthetünk, plusz a magyarországi festői előzményeket is ide számítjuk. Ezzel tulajdonképpen Amrita, aki idő, ezek 38-39-ben készült képek, időközben Indiában megtalált egyik forrásterülete az indiai miniatúra festészettel összefüggésben értelmezendő, és úgy értelmezendő, mint amellyel a festői nyelvezetet, a világhoz való viszonyt, a festészetet kinyitotta, a festészetet magát nyitotta meg tulajdonképpen az addig oda nem tartozó tevékenységek befogadására, ez Kiskunhalasi piac néven ismert műve. Összefoglalásként tehát azt tudom mondani, hogy itt festészet történeti jelenségeket érintettünk, és ugyanakkor szeretném kiemelni azt, hogy Amrita saját vallomása szerint a elementáris és lényegesebb volt a számára, mint a szofisztikált vagy esztétikai. Ez arról szól, hogy a festészetében a gesztus, az ecsetvonás, a kép testisége sokkal lényegesebb volt, mint bármilyen esztétikai vonatkozás. Ennek köszönhetjük, hogy néhány festményen szerettem volna prezentálni azt, hogy mennyiben van jelen azokon a képein, amelyeken nem tud rajtam segíteni. Én ott mondom 50-szer, hogy nem működik, csak egy mozdulatot kérek, hogy prezentált a saját magát nem portrészerű művekben, tehát a művészetnek egy olyan fordulatát hajtotta végre, ami köszönöm szépen a női művészethez köthető, és itt két női, tehát az új művészethez köthető, egy nem gyakorlott, nem a festészetre orientált, és nem a ebben szofisztikált művésznek a munkái. Ez a Fák című Magyarországon készült festménye, melyet, ha nem is ezt a képet, de magát Amrita Sergil művészeti Csontvárjéhoz hasonlította Márló Sonci, abban nem tudom pontosan idézni, mert elvesztettem a szövegösszefüggést, hogy a a dolgok maradéktalan megpillantásában, felfedezésében, a kifejező erő intenzitásában, és abban, hogy a festészet mindkettőjük számára nem egy művészeti ág, hanem a teremtő erő közege. Ez volt Amrita Sergil közege, a történeti fejlődéstől független alkotás, amely tulajdonképpen a magát kanonizáló modern korral szemben álló fogalom és jelenség. És akkor itt talán sikerül még egy önmagát prezentáló művet bemutatnom, a Kert vagy Kertben címűt, amelynek a személyes elemzését magukra bízom. Három olyan publikáció van, amelyekben ezekkel a képekkel is, erre a képekre is lehet, amelyekben ezekről is lehet olvasni. Ez a 2001-es Ernst Múzeumi katalógus, egy 2007-es könyv a Kelet kiadónál, és egy idei Balatonfüredi katalógus Amrita Sergilről. Köszönöm a figyelmüket!